A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is automatikusan, különkérés nélkül elkészíti mindazok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, valamint kifizetői adattal rendelkezik. A dokumentum a jövedelmet terhelő adót, az évközben levont adóelőleget, illetve az igénybe vett kedvezményeket egyaránt tartalmazza. Emelte ki dr. Kádár Zsombor Csaba, a NAV Kelet-Budapesti Adó és Vámigazgatóságának sajtóreferense. 5 év óta mindenki megkapja ezt elektronikusan. Mindenki, akinek van ügyfélkapuja, az megkapja automatikusan. Hogyha valaki ezzel nem rendelkezik, akkor annak külön kérnie kell, hogy papíralapon is megkapja. Dr. Kádár Zsombor Csaba hozzátette, azok, akik rendelkeznek ügyfélkapus azonosítással, március 15-től tekinthetik meg az elkészült tervezetüket, és amennyiben annak adataival egyetértenek, nem kell tenniük a továbbiakban semmit sem, a dokumentumból május 20-ai hatállyal hivatalos bevallás lesz. Vannak azonban olyan személyek, akikre a jövedelemszerzési módjukból adódóan további feladatok várnak. Van, akinek lényegében minden információt tartalmaz ez a megkapott tervezet. Ők azok, akik kifizetőtől, tehát munkáltatótól kapják a jövedelmüket, és egész évben munkáltatótól kapták a jövedelmüket. Nekik lényegében minden információt tartalmaz ez a tervezet. Aki pedig nem ilyen, tehát most itt tényleg az egyéni vállalkozókra, őstermelőkre és áfás, tehát adószámos magánszemélyekre gondolunk, ők azok, akiknek ki kell egészíteni ezt a tervezetet, hiszen az általuk megkapott jövedelmet nem tudja a Nemzeti Adó és Vámhivatal, és nem látja a rendszereiben, igazából erről van szó. Azon ügyfelek, akik nem élnek az elektronikus azonosítás által nyújtott lehetőséggel, de megtekintenék az SZJA bevallási tervezetüket, március 16-áig kérelmezhetik azt elektronikus űrlapon, személyesen, SMS-ben a 0630 344 4304-es telefonszámon, vagy a 1819-es hívószámon keresztül. A Nemzeti Adó és Vámhivatal április 20-áig postázza ki az iratot az összes olyan igénylőnek, akik korábban papírformátumban kérvényezték azt.